Halálos szénmonoxid mérgezés történt Pesterzsébeten. Egy nagymama a fürdőszobában esett össze, unokája egy másik szobában lett rosszul. Az idős asszony lánya és szomszédja találta meg őket, azonnal hívták a mentőket. Mire megérkeztek, már ők is szédültek, ezért oxigént kaptak. Az idős nőt nem tudták újraéleszteni, úgy tudjuk, hogy nem volt szénmonoxid mérőjük. Ebben a csendes, nyugodt utcában történt a tragédia. Egy 70 éves nagymama éppen unokájára vigyázott, amikor rosszul lett és összeesett. Nem sokkal később lánya találta meg a földön fekvő idősnőt, egy másik szobában pedig 3 év körüli kislányát, aki nagyon rosszul volt. Azonnal segítséget kért a szomszédoktól, és hívták a mentőket. A mentők egy idősnő életét sajnos nem tudták megmenteni, az újraélesztés sikertelenül zárult. Sikerült beszélnünk azzal a szomszéddal, aki átrohant segíteni, nem akart nyilatkozni, azt viszont megtudtuk, hogy a kórházba szállított óvodás korú kislány már jól van. A szomszédok nem kívántak nyilatkozni kegyeleti okokra hivatkozva, de mindegyikőjük azt mondta, hogy holnap, hogyha kinyitnak a boltok, az első dolguk az lesz, hogy vásárolnak egy szénmonoxid érzékelőt. A legtöbb nagyáruházban már pár ezer forintért lehet jó minőségű szénmonoxid érzékelőt vásárolni. Ezek akár életet is menthetnek, ugyanis hangos sípolással jelzik a szintelen szagtalan gyilkos gáz jelenlétét. Mivel a szénmonoxid egy szintelen szagtalan mérgező gáz, ezért nagyon fontos, hogy egy megfelelő minőségű érzékelővel rendelkezzünk. Csak is kizárólag ezek az eszközök tudják kimutatni számunkra, hogyha a mérges gáz megjelent a lakásban, esetleg a fürdőszobában vagy bármelyik más helyiségben. Érzékelő nélkül nehéz kimutatni a szénmonoxidot, de hogyha rosszul vagyunk, inkább szellőztessünk. A szénmonoxid sajnos alattomos gáz, a légtérben szintelenül, szagtalanul van jelen. Hogyha a tüneteket észleli valaki, ezek általában nem specifikusak, fejfájás, szédülés, hányinger jelentkezik, akkor azonnal szellőztetni kell és elhagyni a helyiséget. Persze a legjobb a megelőzés, ezért fontos, hogy a fűtőberendezéseket átvizsgáltassák. Tökéletes, 30 ppm a szénmonoxid érték is. A szakértők szerint a várandós anyák, kisgyermekek és az idős beteg emberek különösen veszélyeztetett helyzetben vannak. Nekik szinte kötelező a szénmonoxid érzékelő, akár a lakás több pontjára is.